Egy, kettő, három, beperelt a nap. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Miért jelentette fölönt a NAV? Én olyan állítottam, hogy a NAV egyes cégeket megrendelésre tesz tönkre, illetve általánosabban több kijelentésem alapján, hogy a NAV-nál korrupció van. Bepereltek hírnévrontás és becsületsértés miatt. 2014 áprilisában jelent meg egy cikkünk, ami egy úgynevezett kapcsolódó vizsgálati kérelem megtagadásáról szólt. Ezt a kérelmet a NAV főigazgatója Somos Katalin megtagadta. Az állításunk az volt, hogy ennek következtében nem sikerült hatékonyan és időben földeríteni egy áfacsaló hálózatot. Ezért perelt be minket a NAV. Gyakorlatilag a NAV-val szemben a közvéleményben egyfajta bizalmatlanság alakult ki, mert hogy azt állította, a véleményem szerint valótlanul, hogy a NAV jogszerűtlenül működik. Feljelentette nem engem, csak közvetve a mondásaimért a Nemzetgazdasági Minisztérium, igaz, hogy a Klubrádiót. Azt mondtam, hogy különböző utasítások mennek a minisztériumból, és ezek sajátos jogszabályértelmezésre adnak lehetőséget, és utána néhány perccel később hozzátettem, hogy tudok 6-8 embert, aki nem biztos, hogy a minisztériumban, hanem ítélet, akár büntető ítélet alá is vonható lenne. A NAV által perelt cikkben pedig két olyan vállalkozás szerepel, amelyik két évben belül fantomizálódott, az egyik közülük több százmillió forint adóhiányt hagyva maga után. Összegyűjtötték a kitiltási botrány óta tett nyilatkozatait a sajtóba, ezekből kiragadtak részleteket, ez azért nagyon fontos, és ahol korrupcióról beszéltem, azt bevágták ugye ebbe a keresetbe, és akkor úgy gondolták, hogy ezzel sértettem én a NAV-nak a hírnevét. Mi ezt a cikket is, mint minden cikkünket, dokumentumok, tehát bizonyító erejű dokumentumok alapján írtuk meg. A NAV azt állítja, hogy igenis indokolt volt a megtagadás, tehát az ebből levont következtetés az hamis tény, vagy nem valós tényeken alapul, ezért megsértettük az ő jó hírét, és szeretne 1 millió forintot kapni tőlünk. Ügynek, aminek pénteken volt a tárgyalása, hogy a végén a bírónő megkérdezte a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a jogi képviselőit, hogy számára, és itt mindenki számára teljesen köztudott, hogy informális telefonok, levelek és egyéb utasítások naponta tömegével mennek a adóhatóságnak. De mi ebbe az új kérdezte tőlem? Semmi, csak hogyha informális utasítások mennek, az egész rendszer szociális szempontból úgy korrupt, ahogy van. Hát. Ugye a Bunge ZRT ugye az nagy vihart kavart, és én amikor a kormányzat nyilatkozott benne, akkor azt mondtam, hogy nem mond pontosan dolgokat ebbe az ügybe, és ezt is sérelmezték ebben az egészben. Az adóhatóság nem reagált semmit áprilisban, annak ellenére, hogy levélben kerestük meg őket, és felajánlottuk, hogy az adott állításokkal, illetve a NAV-ról szóló cikksorozatunk bármelyik állításával kapcsolatban, bármelyik NAV-vezető teljesen szabadon választott formában mondja el a véleményét. Néhány napja kaptam meg azt a levelet, amiben kiderült, hogy elutasították szerencsére a NAV keresetét. Két mondatban válaszoltak, köszönik, nem kívánnak élni a lehetőséggel, majd 4 hónap múlva bepereltek. Büntető feljelentés volt, amit tavaly indítottak, vagy tettek ellenem, az egyik rágalmazásért, a másik pedig adatsértésért van folyamatban. Az égvilágon semmi nem történt benne tavaly óta, mióta megindították a büntető eljárást. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust.